Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket vallásos műsorunk legújabb kiadásában. És tisztelettel köszöntöm körünkben Tőkés Bence Zsuzsannát, a Gyergyószent Miklósi Unitárius Egyházközség lelkésznőjét, és szeretettel köszöntöm a Munkás Szent József Egyházközség plébánosát, Korom Imrét. Isten hozta a stúdióba. Köszönjük szépen! A mai beszélgetésünk központi témája az alamizsna címszó alatt jelölhető meg, ami egyrészt a húsvéti szent időre való felkészülésben segíthet, de másrészt felhívja a figyelmet olyan új magatartásformákra is, amelyekre egyre inkább szükség lesz a jelenlegi szükséghelyzetben, amit a járvány idézett elő. De első körben arra hívom meg Önöket, hogy próbálják egyszerűen körülírni az alamizsna, a szeretetszolgálat biblikus fogalmát ószövetségi vonatkozásban. Megkérem a lelkésznőt akkor. Az ószövetségben az alamizsna, a szeretetszolgálat a vallási törvényekben lefektetett eljárás, elvárás volt, a társadalom számára is hasznos volt, mert a társadalomban levő egyenlőtlenségeket mérsékelte. Amikor a társadalomról beszélünk az Ószövetségben, akkor a zsidóságra és emellett a törvénykezésben pedig a Tórára kell gondolnunk. Köszönöm szépen, Korom Atya. Az alamizsna görög etimológiája, a görög szóhasználata az adományozás, az adakozás. És ahogy a lelkésznő is megfogalmazta, az Ószövetségben ez mindenképp kizárólag a zsidóságra és a zsidóság körében kialakult társadalmi egyenlőtlenségek korrigálására szorítkozott. Konkrétan Mózes 5. könyvében, a 2. törvénykönyvben ezt olvassuk, és nagyon komoly szociális háttérrel rendelkeztek, vagy alappal rendelkeztek ezek a törvénykezések annak idején, hogy ha learadtad földedet, akkor a lehullott kévét hagyd a szántóföldeden, tehát ne légy annyira zsugori, hogy mindent összeszedj. Ugyanez volt érvényes a szőlőre is, tehát szőlőfürtőket kellett hagyni a szőlőföldeken, a szőlősbe, és az oliva bogyóra is ugyanez volt érvényben. Tehát gyakorlatilag a kenyér, a liszt, a bor és az olaj, ugye, ami az ószövetségi társadalomnak az étkezési szokásában elengedhetetlen volt. Ezeket biztosította a Mózes törvénye ahhoz, hogy a zsidóság szegényebb rétegei értsd alatt a árvákat, özvegyeket, azután majd ezt Jézus tovább gondolja, de gondolom, hogy erről fogunk majd beszélni az ószövetségi részben. Tehát ezekről a rendelkezett a második törvénykönyv. De gyakorlatilag adomány volt a tehetősebb emberek, tehetősebb társadalmi réteg segítette a szegényebbeket. Köszönöm szépen. Most pedig új szövetségi szemlélettel próbáljunk rávilágítani az alamizsnálkodás fogalmára, ami gyakran kimerül az adakozás képzetében. Az Úr Jézus a hegyi beszédében, vagyis Máté 6. fejezetének 3. versében azt mondja: amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Itt érezhetjük, hogy Jézus valami új magatartás formára hívja fel az emberek figyelmét. A kérdésem tehát az, miben más Jézus szemlélete az ószövetségi ember felfogásához képest, ami az alamizsnához köthető? Amint imént említettem, az Ószövetségben
a törvény volt a mérvadó. Tehát Mózes törvénye, vagy a Mózes által értelmezett és kötelezővé tett isteni törvény életbe ültetése. Az új szövetségben átértelmeződnek a dolgok, de nem az van, amit a romaiak így fogalmaznak, vagy a latinok így fogalmaznak meg, hogy do ut des, adok, hogy adj, hogy adok, hogy majd én is kapjak, hanem Isten iránti szeretetből segítem embertársamat. Tehát itt a Jézusi értelmezés formában közbe jön az Isten iránti szeretet. Tehát nem a törvénytől való félelem, vagy a törvény szigorának a tiszteletbetartása, hanem azért törődöm embertársammal, mert szeretem az Istent. És ezt majd lehet egészen aktualizálni a mostani helyzetre, ugye, hogy mennyiben és milyen formában kötelez bennünket a törvénytisztelet. Köszönöm. Lelkésznő. Igen, az említett a Máté 6 beli rész is arra mutat rá, hogy Jézus túlmutat a Tórán, és nem a törvény kötelező betartására vonatkozik a segítés, az alamizsnálkodás, hanem a vallásos meggyőződésének és Isten keresésének a része, ami az imádsággal is párhuzamba vonható, és itt vehetjük a farizeus és a vámszedő példázatát is, amely az alázatról szól, és nem a külső kimutatásról, hanem a belső istenkeresésről és megvallásról. Köszönöm szépen! A katolikus egyház katekizmusa Máté 25. fejezetének második részére alapozva fogalmazza meg az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Szeretném megkérni a plébános atyát, hogy részletezze egy kicsit, és majd arra kérem a lelkésznőt, hogy az unitárius egyház előírásait ismertesse a szeretet szolgálattal kapcsolatosan. Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei az evangéliumból ismertek. Ugye a betegeket meglátogatni, börtönbe jutottakat meglátogatni, árváknak, özvegyeknek segíteni, megosztani velük kenyerünket, jó tanácsot adni, stb. Ezt most nem részletezném. Szorítkoznék a kérdésre, amit teszed kérdezni a katekizmus megvilágításában. A katolikus egyház értelmezésében bejön egy nagyon fontos terminológia, a szociális érzékenység és a szociális igazságosság, amit a katekizmus ilyen kontextusban és erre a bibliai alapokra utalva fogalmaz meg. Vissza kell mennünk egy kicsit a történelembe a 19. századba, ahol ugye a modernnek mondott nyugati államok és demokráciák, hát minden volt ott, csak éppen demokrácia nem, és emberközpontúság és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartása. Gondoljunk csak arra, hogy a fejlett Anglia napi 16-18 órát dolgoztatta bányákban, vagy szövődékben akár a gyerekeket is, tehát nem csak férfiakról beszélünk itt, hanem nőkről és gyerekekről, abszolút, tehát emberi jogokról nem volt szó. Ezt az egyház tarthatatlannak látta ezt az állapotot, és 1893-ban 13. Leó pápa megírt ezzel kapcsolatban egy forradalmi enciklikát, a Rerum Novarumot, az új dolgokról lefordítva magyarra, ahol igazából a Szentírásra alapozva, az egyház hagyományára, a szentatyákra és a történelmi valóságra megfogalmazta, hogy sum cuique, mindenkinek a magáét, a neki és az őt megillető részt meg kell adni. Ezt a bérezést is magába foglalta, tehát az igazságos bérezést, a munkához való jogot, a társadalmi igazságosságnak, a alapjainak a kidolgozását,
lefektette a pápa azokat az alapelveket, mi szerint nem szabad engedni, nem szabad kizsákmányolni az embert, nem szabad engedni, hogy erején felül dolgozzon. Biztosítani kell az emberhez méltó körülményeket mindenkinek, mind a munkahelyen, mind a társadalomban, mind a családban. Persze, hogy ezt majd a liberális média kihasználta, és hát az egyházi alap, vagy az egyház által lefektetett alapelveket demokratikusnak tüntette fel, azt egy kicsit a kommunizmus radikalizálta, és hát tudjuk, hogy mi lett belőle, mert gyakorlatilag benne élünk mi is ebbe, csak sajnos a kedves tévénézők, a kedves hívek nem tudják, hogy igazából az, hogy most nekünk társadalmi, vagy jól képített társadalmi rendszerünk van, betegbiztosításunk van, úgy, ahogy működő kórházi ellátásunk van. Ezt valamikor ezeket a dolgokat az egyház járta ki, ezeket az utakat, tapasztalta ki a történelem során, és az alapelveket először írásban az egyház fektette le. Köszönöm szépen, lelkésznő. A Magyar Unitárius Egyháznak a katekizmusában a szeretet szolgálattal kapcsolatosan nincsen előírása, de az alaptörvényben le vannak fektetve az egyházközségek, az egyházkörök és az Anyaszent Egyház számára az ezzel kapcsolatos alapelvek. Az egyházunk az ilyen irányú tevékenységeit a gondviselés segélyszervezet által folytatja és népszerűsíti, amely tevékenységek szakmai területei a következő: szegények, küszöb alatt élők segélyezése, fogyatékossággal élők segélyezése, természeti csapásokra való felkészülés és megelőzési programok biztosítása, szociális hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, családsegítő programok, szakmai képzések, kalákák rendezése, szervezése és otthoni szociális gondozás és idősek közösségi programjai. Köszönöm szépen. Most pedig arra kérném a kedves meghívottakat, hogy osszák meg a kedves hívőkkel az alamizsnálkodás vagy irgalmassággal kapcsolatos személyes tapasztalataikat. Lelkésznőt kérem el. Teológiai hallgató koromban, már az említett gondviselés segélyszervezet, szervezett Kolozsváron az idős egyedül élő rászorulóknak ebéd kihordási szolgálatot, amelyben én is részt vettem és segédkeztem, és nagyon jó leső volt látni napról napra, hogy a nehézségben és szegénységben élő idősek mennyire hálások is örülni tudnak annak az egyszerű ebédnek, amelyet tudtunk biztosítani. Aztán az egyház községünk is bekapcsolódott abba a Gyergyó-Szentmiklósi városi programba, amikor az Együtt egymásért Szentmiklósiakért program keretében szára az élelmiszeradományokat gyűjtöttünk, és ezt tudtuk felajánlni a rászorulóknak. Nagyon jó érzés a segítség és abban levő részvétel. Akkor adakozni tudunk, önzetlenül tudunk segíteni. Köszönöm. Plébános atya? Katolikus egyháznak viszonylag jól kidolgozott stratégiája van a szeretett szolgálat tekintetében. Én csupán 3 éve vagyok Gyergyóban, de igyekeztem bele dolgozni magam a város akár a szociális vérkeringésébe is, hogyha szabad így fogalmaznom. Viszont azelőtt aktívan részt vettem Gyulafehérváron a Máltai Szeretett Szolgálatban és a Caritas által nyújtott szeretett szolgálatban, ugyanis 12 éven keresztül tanítottam, 2 évet voltam Kolozsváron káplán. Ott az egyház nagyon eredményesen működött a Caritas terén, akár egy vendéglátó ipari létesítményre, az Agapéra gondolunk,
amely ingyen ebédet biztosított a város sok szegényének. Persze elhíresült ez a létesítménye az egyháznak, akkor a filantróp, amely ingyen orvosi ellátást biztosította a rászorulóknak, a betegeknek, az időseknek, a Caritas, stb. Azután pedig Gyulafehérváron, mivel kispapokkal dolgoztam, meg liceumistákkal, kisszemináristákkal, felkerestük a városnak a szegényeit, és kezdve attól, hogy bevásároltunk nekik, egészen addig, hogy ráfigyeltünk az orvosi ellátásra, hogyha szükség volt akár házi beteg gondozásra, azt is megszerveztük a kispapokon keresztül, ugye önkénteseken keresztül, ez most nagy és divatos szó az önkéntesség, hát ezt mi rég csináltuk annak idején. Ugyanakkor a Máltai Szeretetszolgálat révén pedig a német kapcsolatainkon keresztül élelmiszercsomagokat juttattunk több száz embernek Gyulafehérvár Fehér megye területén. Amióta ide kerültem, ez egy picit összeszűkült ez a kibontakozási terület, viszont azt mondja az Úr Jézus, hogy szegények mindig lesznek veletek, tehát az én egyházközségemnek is megvannak a szegényei. Ezt úgy tartottam igazságosnak megoldani, hogy ne az egyházközséget terheljem azzal, hogy a szegényeken segítek, hanem saját jövedelmemből, saját pénzemből szeretett csomagokat alakítottam ki mindenkinek ugyanazt, és önkéntesekkel, itt is önkéntesekkel, mert ugye ők ismerték az egyház, illetve az egyházközség szociális hátterét, a szegényeknek a kiben létét és ki hol lakik. Tehát rajtuk keresztül eljuttattam ezeket a csomagokat a szegényeinkhez, a rászorulóinkhoz. Persze, hogy ez sosem elég. Ugyancsak személyes kapcsolataimon keresztül többször segélyszállítmányok érkeztek a Felszegi plebánia területére, de amint mondottam, nyilván az ember nem csinálhatja úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen, és mindenkinek elegendő legyen. Persze meg kell találni mindig az arany középutat, mert az, hogyha valakinek mindig segítesz anyagilag, akkor egy idő után azt mondja, hogy ez nekem kijár. És ez a munka rovására megy. Ugye? Szent Pál pedig világosan megmondja, hogy aki nem akar dolgozni, nem aki nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, az ne is egyik. Tehát annak ne legyenek igényei. Márpedig vannak a kedves híveink között olyan személyek, akik nem dolgoznak, viszont nagyon igényesek. Köszönöm szépen. Kérlek. Utaltam a beszélgetésünk elején arra, hogy a jelenlegi válsághelyzet új kihívások elé állít mindnyájunkat. Az elkövetkezendő időkben talán új magatartásformákra kell odafigyelnünk a már megszokott emberi kapcsolataink helyett. Beszélgetésünk végéhez érkezvén az a kérésem, hogy próbáljanak meg tanácsokat megfogalmazni a segíteni szándékozó, de tehetetlenül várakozó emberek felé. Tehát mire próbáljunk ilyen szüksége állapot idején odafigyelni? Lelkésznőt kér. Én úgy gondolom, hogy elsősorban saját magunkra kell odafigyelnünk, mert akkor tudunk másokon segíteni, ha mi magunk egészségesek vagyunk és rendben vagyunk. Azt mindenféleképpen gondolom, hogy a vásárlásoknál, a bevásárlásoknál ne halmozzunk fel túlságosan plusz élelmiszereket, gondoljunk arra is, hogy az utánunk jövőknek is maradjon. Adja jó Isten, hogy mindannyian egészségben tudjunk ezen lenni. Köszönöm. Bejvános, atya. Konkrétan a gyógyszeres ellátást látom én az egyik legnagyobb kihívásnak, hiszen sokan a híveink közül egészségi problémákkal küszködnek,
és ezt mindenképp most beszéljük meg plebániális szinten, ugye kialakulóban van, vagy kialakulóban látszik egy olyan stratégia, miszerint feltérképezzük egyházközségünknek az ilyenfajta szükségleteit, és akkor ezt önkéntesekkel, az egyháztanács bevonásával, nőszövetség bevonásával igyekszünk megoldani a bevásárlásokat, a gyógyszeres ellátást. Nyilván számíthatunk, amint az előző kérdésre válaszolva mondottam, külföldi segítségre. Szerencsére az embernek vannak jó barátai külföldön, akik tehetősebbek, és akiknek több van, mint amit ők fel tudnak használni, és az ők feleslegükből juttatnak nekünk is. Akár ez történt több alkalommal, hogy sikerült az öreg otthonba is, Szent Erzsébet öreg otthonba, akár az Árvaházba is juttatni élelmiszercsomagokat, gyógyszercsomagokat, stb. Úgyhogy ezeket a dolgokat mindenképp szem előtt tartjuk. Ami konkrét javaslat és tanács lenne részemről, mint mondottam, ezt meg tudjuk oldani mi az egyháztanácsosaink, a bérmálkozóink és a nőszövetség segítségével. Ami konkrét javaslatom lenne, a kedves hívek, a tévénézők számára az az, hogy embertelen helyzetekben, vagy embert próbáló helyzetekben viselkedjünk emberségesen. Ez azt jelenti konkrétan, hogy láttam a Facebookon, és egy kicsit úgy megrökönyödtem, elcsodálkoztam, hogy az emberek, igaz, hogy az Ókirályság területén, ott a déli részeken, sós sajtért verekednek, meg krumplizsákokért verekednek a bevásárló központokban. Most már én nem tudom, hogy kinek mennyi az élelmiszer szükséglete, de azt nem érdemes felhalmozni azért, hogy két hónap múlva, amikor reményeink, vagy három hónap múlva, amikor reményeink szerint minden helyre áll, akkor azt lejárt áruként eldobjuk. Nem tudom, hogy valószínű a kedves nézők is tudják, hogy rengeteg árut dobnak el, és pazarolnak el világviszonylatban, és ez persze tragikus és szomorú, hogy több ezer ember hal meg a koronavírus járványban. De az, hogy napi 75 ezer gyermek hal éhen világszerte, ez úgy látom, hogy nem zavar senkit. Vagy az, hogy napi 175 ezer abortuszt hajtanak végre világviszonylatban, úgy látom, hogy ezért se kapta fel még senki a fejét a világon. Tehát vannak dolgok, Székely János püspök úr megfogalmazása szerint, a Szombathelyi püspök úr megfogalmazása szerint, hogy lehet, hogy egy picit túl van reagálva, és egy ilyen mesterséges pánikot generálnak az emberekben. Azt mondom, hogy, vagy azt javaslom, hogy tartsuk meg és őrizzük meg a nyugalmunkat, csupán annyit halmozzunk fel, vagy annyit tartalékoljunk, amennyi szükséges, mert az evangélium is azt mondja, hogy az Úristen mindenkiről gondoskodik, és mindenkinek minden egyes hajaszála számon van tartva. És hogyha gondoskodik az ég madarairól, akkor valószínű, hogy a legkedvesebb teremtményeiről, vagy teremtményéről, teremtés koronáról az emberről is gondoskodik. Akár az élelmiszer tekintetében is. Köszönöm a beszélgetést a lelkésznőnek és a plébános atyának. Kedves tévénézőink, műsorunk végéhez érkeztünk, ügyeljenek magukra és egymásra. Isten áldjon mindenkit!